átlagosan 30%-kal keresnek majd többet az állami tisztviselők július 1-től. Közben az állam tovább dolgozik a bürokrácia csökkentésen. A kormány döntése szerint az állami háttérintézmények többsége a minisztériumokba olvad vagy megszűnik. A hivatali ügyek további egyszerűsítéséhez egy konferencia sorozat keretében a vállalkozók segítségét kérte a miniszterelnökség. Az államigazgatás nem csak nehézkes, de drága is. Comba Csaba, a VOSZ megyei elnöke a nyíregyházi konferencián azt mondta, a 4,3 millió magyar munkavállaló közül 1 millió dolgozik a közigazgatásban. Ez is alapvető probléma. A magyarországi bürokrácia az borzasztóan nagy, az európai átlagot is azt hiszem, hogy egy kicsit túlnőtte. A 4 millió 300 ezer munkavállalóból több mint 1 millió dolgozik a közszférában. Ez egy akkora teher a vállalkozásokon is, hiszen ezeket a hivatalokat és az itt dolgokat fenn kell tartani a befizetett adókból. Szükség van természetesen bürokráciára, csak az a kérdés, hogy mekkora méretű és hogyan működik. Ez a vállalkozások szempontjából, de nem csak a vállalkozások, hanem az itt élő emberek, a hétköznapi emberek szempontjából is nagyon fontos, hogy hatékony legyen, hogy figyeljen oda a hozzáforduló problémájára, azt gyorsan és határozottan intézzel, és oldja meg a felmerülő kérdéseket. A miniszterelnökség országjáró konferenciáján javaslatokat gyűjtenek, hogy a cégek milyen területeken egyszerűsítenék az államigazgatást. Megnéztük 2016 első negyedéves statisztikáit, és ott például az összes vállalkozókat érintő eljárásban, ahol eltöröltük a díjakat, ott körülbelül 1,7 milliárd forintnyi az az összeg, ami már a vállalkozásoknál maradt. Tehát amit tavaly még ki kellett volna fizetniük, az idén viszont már nem. Úgyhogy ezen az úton szeretnénk tovább menni, tehát ez az állami rezsicsökkentés folytatódik, illetve a konkrét bürokrácia csökkentés is, tehát az, hogy a felesleges jogszabályokat akár egészében, akár felesleges jogszabályi rendelkezéseket kivegyünk a rendszerből. Úgyhogy már több állomása volt ennek a konferencia sorozatnak, azt látom, hogy kapunk elég muníciót ahhoz, hogy akár egy újabb bürokrácia csökkentési törvény vagy jogszabálycsomag elkészüljön a közeljövőben. Vendégem a stúdióban Kozma Péter, Szabolcs-Szatmár-Bari megyei kormány megbízottakinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Beszélni fogunk a bürokrácia, illetve állami rezsicsökkentésről is, azonban előtte beszéljünk a szebb dolgokról, vagy legalábbis arról, amit nagyon sokat lehetett hallani, hogy a kormánytisztviselőknek átlagosan 30%-kal emelkedik a bére. Mondhatjuk azt, hogy Lázár János, illetve a kormány teljesíti azt az ígéretét, hogy rendezi a közigazgatásban mondjuk úgy az államnak dolgozók fizetését. Azt hiszem, hogy a 30% belemehetnénk számháborúba, hogy milyen táblázat szerint ki mennyit fog keresni, de talán fontosabb az, hogy maga a rendszer fog alapjaiban megváltozni, hiszen eddig alapok és szorzók alapján számolták ki, hogy melyik kormánytisztviselő mennyi pénzt kap. Most miben változik meg ez a rendszer, és ez a 30%-nak mondjuk úgy milyen a szórása, hiszen ebben adott esetben az is elképzelhető, hogy valakinek nagyon sokat nő a fizetése, valakinek kevesebbet, de az átlag az 30% lesz. Mennyire lesz egységes ez a fizetésemelés? Talán azt javaslom, hogy kezdjük a történetességében ott, hogy túl azon, hogy a sajtóban hát már hosszú ideje volt szó az állami tisztviselők, köztisztviselők, kormánytisztviselők bérének rendezéséről. Az első fontos állomás ebben a téren az volt, amikor a kormány határozott az állami tisztségviselői kar létrehozásáról, ez egy kormány határozatban történt, és rendelkezett arról is, hogy az állami tisztviselői karról egy törvényt kell benyújtani. Nos, ezt a törvényt, a 2016 évi 52-es törvényt a parlament elfogadta, kihirdetésre került, és ez július 1-jével hatályba lép. Együtt fog egy ideig létezni majd a kormánytisztviselői törvény és más jogszabállyal együtt. Ami a törvény elfogadásához vezetett, az valóban számos elvi kérdés tisztázása volt. Ugye korábban úgy történt a bérrendezés, a béremelés, hogy volt egy kormánytisztviselői, egy tisztviselői illetményalap, ez emlékeim szerint legutóbb 36.850 forint, ez a törvény szerinti szorzókkal lett felszorozva, és jött ki adott esetben a kormánytisztviselő adott bére, végzettségnek, szolgálatidőnek megfelelően, illetve
bizonyos vezetői vagy más pótlékoknak köszönhető. Nem volt egyszerű kiszámolni senkinek, hogy mennyi a fizetése. Részben ez is gondot jelent, de másrészt pedig én véleményem szerint is, hogy nem biztos, hogy minden esetben a jó, szakszerű, hatékony és gyors munkára ösztönzött. No, ez volt az egyik változat, hogy ezt fölemeljük, mondok egy összeget, 50 000 forintra. Ez lett volna a könnyebb és nem annyira göröngyös út. Azonban a kormány úgy döntött, hogy új alapokra helyezi az előmeneteli rendszert, amelyet a törvény leszabályoz, meghatározza az adott munkaköröket mellékletében, állami fogalmazó egy, stb., és a tólig bérhatárokat, mint alapilletményt. Ez azt is jelenti, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója az nagyon nagy szabadságot kap abban a tekintetben, de inkább fogalmazzunk úgy, hogy mozgásteret, hogy egyrészt minősítse az adott állami tisztviselő munkáját, másrésztről e minősítésen keresztül meghatározza a bérét. Egy biztos, hogy ha a bértömegben nézzük, valóban egy 30%-os bérnövekményre lehet számítani, mert mondjuk aki jelenleg most van 180 bruttója, az a törvényi minimum szerint 230 000 a minimum. És ami szintén ösztönző és a munkáltatói jogkör gyakorlójának nagy felelőssége, hogy adott esetben az éves minősítés után akár vissza is veheti a bérét. Tehát... Mekkora ez a mozgástér? Nyilván nem lehet ez konkrétan, mert ez gondolom függ a különböző fizetésektől, illetve jogkör vagy munkaköröktől, de körülbelül milyen mozgástere van ez a munkáltatónak? Ez azt határozza meg, hogy az adott ügyintéző, adott szolgálati jogviszonya és adott munkakörre végzettsége, tehát sok tényező határozza meg így, tehát mind egyedi esetben tudnánk megmondani. A munkáltató jogkör gyakorlója, a kormány megbízott járási hivatalvezető személyre lebontva határozza meg. Az előkészítő munkánkon már túl vagyunk egyébként, mert kellett egy összámot illetően a minisztérium felé jeleznünk. De azt kell, hogy mondjam, ugye ezt már korábban is beszéltünk róla, hogy a szükséges bérfedezet, a 23 milliárd, amely jövőre már bázis lesz, az rendelkezésre áll. És reményénk szerint, sőt, én biztos vagyok benne, hogy augusztusban már a járási hivatali dolgozók ezt az emelt fizetést fogják megkapni. Mert itt lépcsőzetes a dolog, tehát a járási hivatalokkal kezdődik, hogyan lesz tovább a lépcső? Így van, pontosan, tehát a törvény hatályba lépése az úgy lesz, hogy most július 1-i hatállyal a járási hivatal dolgozói. Ez azért is fontos, ez egy elvi szempont, hogy akik naponta találkoznak az ügyfelekkel, a végeken, fogalmazunk így, persze Nyíregyházán is ugye van kormányablak, ebből a szempontból az is vég. Tehát az, aki minden nap találkozik az ügyintézőként az ügyurával, az ügyféllel, annak kerüljön először rendezésre a bér. Másodszorban pedig majd január 1-től lesz kiterjesztve a törvény hatálya az egész kormányhivatali struktúrára, tehát az úgynevezett főosztályokra, a törzshivatalra, hogy közkeletűen mondjam, és csak 18. január 1-től a minisztériális szervekre. Tehát ez egy háromlépcsős folyamat lesz, az első a járások. Ez a megyében többet érint, mint nem a kormányhivatali dolgozók közül. Tehát több mint 50%-át érinti. Hogyha béremelésről beszélünk és bürokrácia csökkentésről, akkor joggal merül fel a gyanú, vagy adott esetben az aggodalom, hogy ez jelentheti azt is, hogy racionálisabban fog gazdálkodni az állam azzal a bértömeggel, ami rendelkezésére áll. Leépítésekre kell-e számítani?
két vetületben is. Egyrészt ez a béremeléssel együtt jár-e valamiféle létszámcsökkenés a kormányhivatalokban az állami tisztviselők között, a másik fele pedig ugye, hogy rengeteg új feladatot kap a kormányhivatal, hiszen megszűnnek háttérintézmények, mint amiről már beszéltünk is, erről lesz hallható, hogy erről megjelent a kormány döntés is, hogy mely intézmények közel 50 háttérintézményt szüntetnek meg. Ez jelente a megyében leépítést kormányhivatali vagy adott esetben háttérintézményi szempontból. Hát a bürokráciát tehát tudjuk csökkenteni adott esetben a jogszabályok megváltoztatásával, tájon kívül helyezésével, az élet racionális szervezésével. Tudjuk úgy, hogy megkérdezzük a szereplőket, hogy mi a véleményük az adott jogszabályokról. Megkérdeztük a vállalkozókat is, ahogy ez elhangzott. Most a saját dolgozóinkat kérdezzük meg, nem a vezetőket, hanem az ügyintézőket, hogy ők hogy látják, ez van most folyamatban. Várhatóan lesz jogszabályváltozás, illetve kell törvényi változásnak is lenni, hiszen a kormány az 1312/16-os június 13-ai határozatában döntött a központi államigazgatási szervek átszervezéséről, és amire tetszett volt utalni. Ez azt jelenti, hogy lesznek országos főhatóságok, akik másodfokon gyakoroltak hatósági jogkört. Ez a másodfokú jogkör a kormányhivatal, kormány megbízotté lesz, és első fok a járási hivatal lesz. Tehát megyén belül marad az ügy intézése. Azt jelenti, hogy néhány országos főhatóság az jogutódlással vagy a minisztérium része lesz, vagy jogutód nélkül megszűnik. És lesznek olyan hivatalok, amelyeknek a megyei igazgatósága az a kormányhivatal része lesz. Fontos itt megemlítenem például a NÉBIH-et, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatalt rövidebb nevén, akkor az MVM, MVH, amelynek megyei igazgatósága van, ez sokakat érint a megyében, de itt a szakmai irányítás és felügyelet megmarad a földművelési miniszternél. A kifizetőhelyként a Magyar Államkincstár veszi át a jogosultságot, és egyébként, mint hatóság, minden más jogosítvány tekintetében a kormányhivatal része lesz. Tehát ez számos esetben lesz így, hogy a szakmai irányítás megmarad az adott ágazati funkcionális miniszternél, azonban a kormányhivatal része lesz. Ezt korábban is tapasztaltuk a tavalyi április 1-i átszervezésnél, amikor ugye a munkaügyi igazgatóságok kerültek be a főosztályi tagozódással a kormányhivatalba. Valami hasonló fog most lezajlani. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez megyében dolgozó kormányhivatali leépítést nem jelent. Ez a központi államigazgatás, központi szerveket fogja érinteni. Feladat és hatáskör nyilván áttelepül, ez jelent a humán erőforrásnál, ahogy mondani szoktuk, tehát a állami tisztviselőknél egyfajta szervezeti átalakultás, de a jelenleg dolgozó 1930 kormánytisztviselő állását ez így nem érinti. A fizetését viszont adnál inkább kormány megbízottól. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget.